Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket az Árnyék kormány sajtótájékoztatóján. Amikor kiderült, hogy az Orbán kormány kínai rendőröket hoz Magyarországra, Árnyék belügyminiszterként a szuverenitásvédelmi hatósághoz fordultam. A nemzeti szuverenitás ugyanis biztosan nem szolgálja, hogy külföldi hatalom fegyveres testületeinek tagjai nem csak bejöhetnek Magyarországra, hanem itt szolgálatot is teljesíthetnek. A szuverenitásvédelmi hatóságot mindez nem érdekelte, hiszen válaszukban azt írják, hogy idézem, a kínai és magyar rendőrök a jövőben a turisztikai főszezonban, csúcsidőszakokban és általában a nagyobb tömegeket vonzó események alkalmával közösen látnak majd el szolgálatot. Mindenre szerintük az egyre nagyobb Kínából érkező turista forgalom miatt van szükség. Az Árnyék kormány szerint, ha valóban sérti Magyarország szuverenitását, akkor ez az, éppen az, hogy a kínai rendőrök állomáshozhatnak Magyarországon. Tudni akarjuk, hogy a kínai népköztársaság rendőrei milyen felhatalmazást kapnak, mit tekintenek kiemelt turisztikai eseménynek, milyen adatokhoz férhetnek hozzá az ide vezényelt kínai rendőrök. Láthatják-e az itt élő kínai állampolgárok adatait, illetve a magyar állampolgárok személyes adataihoz hozzáférhetnek-e? Milyen létszámú erőt vezényel Magyarországra Kína? Lesz-e saját irodájuk, adminisztrációs rendszerük? Mennyi ideig tartózkodnak hazánkban az ideiglenesen ide vezényelt erők? Lesz-e fegyverük? Ha igen, akkor használhatják-e? Végezetül milyen kényszerítő eszközt használhat egy kínai rendőr egy magyar állampolgár ellen Magyarországon? Ebből az ügyből is látszik, hogy az úgynevezett szuverenitásvédelmi hatóság csak egy újabb sóhivatal, egy újabb fideszes kifizetőhely, amelyet egyetlen pillanatig sem érdekel hazánk szuverenitása. A Fidesz szavazók csak képzeljék el, hogy nem kínai, hanem mondjuk amerikai rendőrök igazoltatják őket Magyarországon, esetleg amerikai rendőrök alkalmaznak velük szemben kényszerítést itt Magyarországon. Az is rendben lenne? Az is a nemzeti szuverenitásba beleférne? Csak mert pontosan ugyanilyen kérdéseket vet fel az is, hogy kínai rendőrök jöhetnek Magyarországra. Az Árnyék kormány szerint, ha valami valóban sérti Magyarország szuverenitását, akkor éppen az, hogy kínai rendőrök állomáshozhatnak Magyarországon. Tudni akarjuk, hogy a kínai népköztársaság rendőrei milyen felhatalmazást kapnak, mit tekint kiemelt turisztikai eseménynek a hivatal elnöke, milyen adatokhoz férhetnek hozzá az ide vezényelt kínai rendőrök, láthatják-e az itt élő kínai állampolgárok adatait, illetve magyar állampolgárok személyes adatai is hozzáférhetnek, milyen létszámú erőt vezényel Magyarországra Kína. Lesz-e saját irodájuk, adminisztrációs rendszerük? Mennyi ideig tartózkodnak hazánkban az ideiglenesen ide vezényelt erők? Lesz-e fegyverük? Ha igen, akkor ezt milyen esetekben használhatják? Végezetül, milyen kényszerítő eszközt használhat egy kínai rendőr egy magyar állampolgár ellen Magyarországon? A kormány válaszokkal tartozik az országnak.